Szabolcs Szatmár Bereg vármegye. Január 1 már az utakon is jól látható, hogy új év vette kezdetét. Az egykori megye helyett ettől az évtől a Vármegye megnevezés a hivatalos. Az országgyűlés 2022. július 19-ei döntése értelmében a közigazgatásba már tavaly nyáron visszakerült a főispáni tisztség, így az addigi kormány megbízottak, köztük a szabolcs szatmár bereg megyéért felelős Román István névtábláját is átkeresztelték. Román István 35 perc című műsorunkban, július elején azt mondta, a feladat nem, csak a megnevezés változik, amely a történelmi hagyományokat éleszti újra. Magyarországon egy kommunizmus kezdetével, egy sok évszázados hagyomány szakadt meg. Én azt gondolom, hogy egyébként rengeteg kiváló főispánt adott az elmúlt századokban Magyarországnak ez a megye, illetve a megyének voltak olyan vezetői, akik reméltán lehetünk büszkék. Ugyancsak az új évvel lépett életbe számos olyan változás Magyarországon, mint a minimálbér, a garantált bérminimum és a különböző családtámogatási kedvezmények összegének növekedése. Ezen a táblázaton jól látható, hogy a minimálbér idén 16%-kal nőtt a Hoz képest, ami bruttó 232 ezer forintot jelent. Ez január 1 től nettó 154 ezer forintot jelent a háztartások számára. A garantált bérminimum 14 kal emelkedett, vagyis a tavalyi bruttó 260 ezerről 296 ezer forintra nőtt, ez nettó 197 ezer forintot jelent. Becslések szerint ez a bérnövekedés közel 1 millió munkavállalót érint Magyarországon. A minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is növekedett, a gyed maximális összege 324.800 forint, a diplomás gyed, az alapképzésben résztvevőknek 162.400 forint, a mesterképzésben résztvevőknek 207.480 forint, a gyermekek otthon gondozási díja pedig 232.000 forint. A 2023-as év újdonsága a korábbi családtámogatási formákhoz képest, hogy január 1 a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó mentességet élveznek. A családtámogatási formák mellett a kormány 15%-kal növelte a nyugdíjakat, amely Magyarország lakosságának csak nem egy negyedét érinti közvetlenül.